Megduplázódott a Bosznia-Hercegovinába érkező migránsok száma idén tavalyhoz képest. Jelenleg naponta 100-an lépnek be az országba, de a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám tovább emelkedik majd a következő hónapokban. Magyarország is figyelemmel kíséri a bosnyák helyzetet. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György hozzátette, hogy a magyar kormány kész segítséget küldeni a balkáni országoknak. Mintegy 500 bevándorló várakozott a hétvégén Bihács központjában. A migránsokon kívül az utcán már szinte alig lehet helyieket látni. És a befogadó központnál is hasonló a zsúfoltság. A táborban több ezren várakoznak a továbbindulásra. A migránsok szerint rosszak a körülmények, és mindennaposak a verekedések is. Ezért nem szívesen várakoznak itt, amint lehetőségük adódik rá, megpróbálnak illegálisan továbbjutni Horvátországba. A környéken az elmúlt egy évben több száz bűncselekményt követtek el migránsok. Tavaly júniusban Velike Kladusán emberölés gyanúja miatt két férfit le is tartóztattak. Az algériai bevándorlókat végül mégsem ítélték el. Nem hivatalos információk szerint, bár a szemtanúk és a DNS vizsgálat is azt igazolta, hogy ők követték el a bűncselekményt, végül azért engedték őket szabadon, mert a hatóságok nem tudták megállapítani személyazonosságukat. A migránsoknak ugyanis nem voltak okmányaik. És nem ez az egyedüli ügy, ami felháborodást okoz a helyiekben. Az elmúlt héten ugyanis a kanton egészségügyi minisztere megerősítette, a migránsok között sok a fertőző beteg, több százan rühesek, de vannak hepatitis és HIV fertőzöttek is, felütötte fejét a tuberkulózis, és nagyon sok a kábítószerfüggő. Figyelemmel kell kísérnünk ezt a torlódást. Magyarország figyelemmel kíséri a bosnyák migrációs helyzetet és a felerősödött illegális migrációs nyomást a balkáni útvonalon. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György elmondta, amennyiben szükséges, a magyar kormány kész segíteni a balkáni országokat az illegális migráció megállításában. A magyar álláspont szerint ugyanis a migrációt nem támogatni, hanem megállítani kell. Bakondi György hozzátette, az európai parlamenti választásoknak az egyik fő kérdése is a migráció lesz. Bevándorláspárti és bevándorlást ellenző politikai erők állnak egymásra szembe. Ez a döntés hosszú távra determinálni fogja Európai Unió politikáját, és ezáltal az európai kultúra, az európai eddigi életvitelünk, gazdasági eredményeink, társadalmi fejlődésünk teljes szegmensét. A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, ezért is ez a két legfontosabb kérdés, ami jelenleg az európai embereket érdekli. Erről már a 21. század intézet igazgatója beszélt. Ha megnézzük az Euróbarométer kutatásokat, amiket rendszeresen az Unió megbízásából minden tagországban elvégeznek, azt látjuk, hogy 15 óta, tehát az elmúlt 4 évben a párizsi terrortámadások óta a migráció és az ezzel kéz a kézben járó terrorizmus az a két probléma, ami az európaiakat a leginkább foglalkoztatja, és csak utána jönnek az egyébként szintén fontos kérdések, mint az oktatás, egészségügy, nyugdíj, lakhatás, klímaváltozás. Kiszeli Zoltán hozzátett. Az Európai Unió legtöbb tagállamában kampánytéma a migráció, még azokban az országokban is, amelyek jelenleg nem fekszenek a bevándorlók útvonalán. A szakértő úgy fogalmazott, akik józanul gondolkodnak Európában, nem akarnak Németország vagy például Svédország sorsára jutni, ahova rengeteg migráns engedtek be az elmúlt években, a bevándorlók integrációja azonban komoly kihívások elé állítja ezeket az országokat.